Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Missouis, augusztus 28-án. A mai napon a nap és a hold egy harmonikus kapcsolatban áll. Ez utal a belső nyugalmunkra, arra is, hogy a gondolatok, az érzelmek most egy hangban vannak. A hold a mai napon a Mula holdházban található. Ez azt jelenti egy alap, egy bázis, amire mi építhetünk. És az azt is kifejezi, hogy szükségünk van a biztonság érzetére, ezekre az alapokra. Előfordulhat az is, hogy mi valamit alapítunk. A mai napon még mindig megvan ez a Mars és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó kapcsolata, egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ezek kihívások és nehézségek. Szaturnusz bolygó gyakran korlátozásokra utal, és Mars bolygó át akar törni ezeken a korlátozásokon. Ez kihat a politikai és a gazdasági kapcsolatokra is. Közeledik egy Merkur és egy visszatekintő Jupiter bolygó kapcsolat. Ez a kapcsolat egy úgynevezett trigón aspekt, ami harmonikus és segít. Itt beszélgetésekről van szó, vagy egy szerződésről. A Jupiter bolygó ad nekünk lehetőségeket, de utal az igazságra, vagy az igazságtalanságokra, de mivel ez a kapcsolat jó, így kiderül a valóság. Jupiter bolygó gyakran kihat egy bírósági ügyre is, így jól alakulnak az események. A mai napon Vénusz bolygónak nincs kapcsolata más bolygóval, nincs kapcsolata a nappal vagy a holddal, így egyedül van. Ez előfordulhat, hogy a mai napon egyedül érezzük magunkat. Ha emiatt szomorúak vagyunk, az olyan kellemetlen. De ennek van egy előnye is. Egyedül vagyunk, egyedül döntünk, senki nem avatkozik bele a dolgainkba. Közeledik egy Vénusz-Plútó kapcsolat, egy úgynevezett opozíció. Ezek szemben állnak, itt tükröződik valami a következő napokban. Azt is jelenti, hogy meg kell az egyensúlyt tartani. Itt szerelmi ügyekről van szó. A Plútó hatása alatt valamit le kell zárni, vagy elfelejteni, és éreznünk kell a belső erőnket. De Plútó bolygó utal a testi kapcsolatra is. Ne túl keveset, ne túl sokat. Itt kell az egyensúly. És ez volt a mai felvételem Missouis augusztus 28-án. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!